Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command American Civil War folytatása. Az északi oldali expert nehézségű kampányon. Valaki pusztul, így járt. Van még? Utazik, ha az még nem olyan vészes. És a kötelező kikötői pusztítgatás. Egy kis technika. Másik technika. Harmadik technika. És majdnem 1850, mennyi volt valami a körüli. Elég szép összeg. Lássuk, mire megy a gép. Mit tud visszaütni? Azt hiszem, most olyan túl sok rossz elemet nem hagytunk a legutóbb. Úgyhogy most talán nem lesznek nagy pofonok. Na, ki tudja. Azért csak talált valamit. Az fájt. Jön-e még egy? Nem, több már nincs. Valahol hasznos. Az valahol hasznos. Jó, és akkor előbb-utóbb végre elérünk itt Nashville mellé. Nem gyorsan, de előbb-utóbb. Hátha. Megküzdködünk Norfolknál persze, de az azért elég macerás. Gyógyult, úgyhogy akkor annyira nagy bajban nincsenek ezek az erők. Legalábbis remélem. Egy fenét nem. Oké, megúszta. És ez a legjobb opciónk, hogy megúszta. Na, az mondjuk tényleg szerencse, az kár lett volna, ha az kilövik. Fölmenti. Bár ez cserébe azt jelenti, hogy akkor még egy egység jön az elvágásba. Ha túléljük. Ami nem olyan biztos így, de egyre valószínűtlenem. Ráadásul, hogy ez is jön, még macerásabb lesz itt az elvágósdi. Mondjuk a HQ bejön a városba, csak egy kicsit jobban állunk. Majd kiderül, hogy tudunk ott lépkedni. Hogy jó, hogy nem jó a helyzet. Na, egyelőre. Rakott egy új egységet, de jó hír, hogy nem tudta megvenni teljesen. Remek, és akkor azt le is tudjuk majd robbantani. Különösebb gond nélkül. Ja, hát a mexikói harcok, bruhuhu, nem igazán érdekes, hogy őszinte legyek. Jó, legyen így. Nem kritikus, de nem fogok ellene negatívan fellépni. Egy kicsit talán segít, vagy nem, majd kiderül. Attól függ, hogy a környéken lévő erők mit tudnak épp lépni. Jó, hát az annyira nem vészes. Elég sok erőt kapunk, annak örülök. Annak bizony örülök. Jó, hát ezek most itt jobb hiány gyógyulgatnak. Mert más opcióm nincs. Az egy üres város, helyes. Oké.
És ki is tudunk jönni. Plusz ha ez elesik, akkor, továbbra is javul a helyzet. Itt apránként lépkedhetünk valamit. Hát ez alig több, mint semmi. Ez alig több, mint semmi. Oké. Ezt szerettük volna elkerülni. Ismét. Na, és akkor itt elvileg van egy tengerparti bombázásra némi lehetőségünk. Vagy nem. Vagy nem. Ezek majd mennek valahova. Oké, akkor először azok ugorjanak vízbe, vagy partra, vagy hogy mondjam. Oké, ez továbbra is tiszta. Te tengerész vagy. Egy kór. Megvan, helyes, nagyon helyes. Abszolút nagyon helyes. És hát attól még azért a HQ-t kidobjuk itt a parton. Ha már. Viszont akkor ezeknek itt nem kell sehova menni. Akkor ezeknek nem kell itt sehova menni, ez jó helyen itt terücsörög, majd valahol feljavul. Jó. Ez a kritikus város megvan, és akkor azok az egységek a tészakon beugorhatnak a vízbe. Ami nagyszerű hír, mert akkor van hova haladniuk. Ó, nem. Nincs hova. Még nem kapjuk vissza őket. Annak nem örülök. Hát akkor ezek egyenlőre transportokba ugranak csak. De ez mind ott dél felé fog haladni. Ó, ez nem jó. Azt akkor rosszba raktuk. Na mindegy, így jártam. Így jártam. Partra szálló hajó lett belőle. Nem jó, de így alakult. Te hogy állsz? Jó, ez azért egy picit segít rajta. És akkor azt meghozhatjuk. Innen vasúton. A városba direkt. Ahogy azt kell, Garibaldi meg lecsurog végre. Oké. Azt hiszem ez a szakasz megvan. Amennyire meg tud lenni. Azt már nem tudjuk jobban felhúzni. Mindegy, annyira nem zavar, csak lehetett volna jobb. De ha így alakult, így alakult. Itt van-e még? A HQ végre talán elér? Igen. Na, akkor végre kihoztunk mindenkit.
Akkor végre kihoztunk mindenkit. És akkor most elvágjuk mindkettőt. Most ez a paci valószínűleg itt föl fog jönni, és akkor azt a hármat is elvágjuk. Ezennel. Vagy majd kiderül. Ez a paci még itt tud érkezni. Ez az indián. Hát igazából gyere te is. Mondjuk ide, nem biztos, hogy az a legjobb, de... Na valahol... Valahol érkezzen. A legjobbnak látszó. Ez pedig igazából gyógyuljon egyet. Mondjuk ennek se fog ártani. És akkor egy picit jobban állunk. Oké, és akkor az erőd megvan. Akkor az erőd megvan. Ami azért nem fog ártani senkinek. Oké, hát akkor az egy ingyen hákú vadászhat. És itt tovább kergetjük ezek szerint a hákút. Mert úgy látom, hogy ez erre kínálta magát, hogy itt hákút vadásszunk. Akkor úgy látom, ez így alakult, mert innen veszettül menekül vissza. Jó. Igazából ennek se kell máshol lenni. Majd meglátjuk, hova kell annak elcsurognia. Ha van. Van hova. Elcsurogni. Ezek kezdjék meg a gyógyulgatást. Oké, és megvan. Az a legegyszerűbb. Az a legegyszerűbb eset. Ez esetben, és így esetben. Ha nem egészen ezt ígértem, hogy őszinte legyek, de... Hát így jártam. Három az nem egy barátságos csere, de mindegy, valahol le kell ütni. Oké, ezt meg igazából, ha tudjuk, akkor miért ne? Ahogy ez itt nem egy szimpatikus eredmény, ahogy ott egy újabb nagy egység. Csak hogy ne legyen jó, vagy egyszerű, vagy hogy mondjam. Oké, hát ezek megjöjjenek. Oké, az a Huntsville az üres, majd ott Knoxville-nél lesz egy mező, meg itt is van egy ilyen tartós lázadó mező, de az nem kell nekem. Ezeket nem kell elfoglalnom. Knoxville-t érdemes, mert az morálváros, mint látható. Úgyhogy azt érdemes bizony. Jó, ez majd itt Dovernél akciózik. Az csúnya. Az csúnya, hogy ez így alakult. Oké. Okay.
Jó, hát technikailag így el tudjuk folytani ezt a várost is, és a 3-3 azzal semmi bajom nincsen. Az egy vállalható csere. Ha pedig be akar menni abba a városkába, arra azt mondom, hogy menjen. Az ellen nincs kifogása. Akkor viszont ezt a várost nyeljük be. Annyival lejjünk beljebb. És akkor technikailag itt körbe folytuk ezt a kikötőt, meg Memphis-t, meg mi egyebet. Oké, okay. Szépen elindultunk végre, és még mindig van rengeteg új egységünk, ugye? Amit nem is nagyon tudok máshova rakni, mint ide. A paci, az jó kérdés, talán mondjuk itt a leghasznosabb. Hát egy kór az jöjjön ide. Aztán egyet ide rakunk. Egy meg mondjuk érkezzen itt, de aztán nem tudom, hogy utána hova fog menni. És a háku meg legyen itt, majd elindul valahova. Mondjuk az egy hetes háku, úgyhogy lehetett volna egy kicsit taktikusabban kihelyezni. Azt hiszem. Technikailag ezzel le lehetne ütni. Inkább ez jöjjön vissza. Ha levadásza, akkor jó, ha nem, akkor is alapvetően. Jó, kutatásba kell-e? Nem nagyon hiszem. Technikailag lehetne ilyen telegráfba, meg leadershipbe, meg egyébbe. Mondjuk egység sincs, amit tudok venni. Van egy ilyen indián egység, az nem olyan rossz. Meg van egy tengerész. Azt vegyük vissza, aztán meg legyen egy brigád. Jobb híján. Ja, hogy abból se tudok még egy rendeset venni. Nem, hogy valami egyébből. No. Erődért, New Orleansért. Bónuszt is kapunk, úgyhogy mindkét irányba mozdul egy kicsit a morál. Az tényleg jó. Európai támogatás tovább fogy. Banditák, mert az muszáj. Anélkül nem vagyunk meg. Na, kettes ágyú, az még valahol hasznos lehet. Majdnem 1900. Majdnem 1900 peták. Igazából a 2000 az nem reménytelen. Nem számít, de mondjuk egy érdekes eredmény lenne, ha a végére kicsúszna, összejönne. Bár lehet, hogy ahhoz még egy technika kell, ha van egyáltalán még egy technika, amit lehet a gazdaságba tolni. Jó, légy vele boldog, megölted azt a hajót. Cserébe a kikötőt elbuktad. Én akkor összességében nekem volt jó. Legyőztél két hajót, majd elbuktad a hajókat, mert kikötőt vesztettél. Az érdekes lépés, hogy odahozni a hozott egységet, azt érezte a legjobb lépésnek. Azt nem vártam volna mondjuk. Az friss egység, ha jól értem. Nem biztos, de valószínű. Hát nem, mert a bár fene tudja, fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Wuhu, használta ágyút. Vasúti ágyút. Ouch. Az mondjuk nem volt egy szép lépés. Mindenki el van most vágva. Az fájt. Azt nem szerettük. De ha üresen adja ezt a várost, akkor technikailag feladta az egységet. Csak
Csak nem örülök neki. Jó. És itt hasznos most, hogy ez megvan, mert így legalább ez nem elvágott. Hát ezek teljesen elvágottak így is, úgy is. Még itt a mocsáron át mindjárt megérkezik a felmentő erő. De maradjunk ennyiben. Jó, hát ez azoknak nem segít. És ha maradnak elvágva, akkor van esélyünk végre elkezdeni a likvidálásukat. Nem, akkor viszont csatlakozik ez, mert most ez az egység tudott körbe menni. Hogy akkor azt a hármat most újra elvágjuk majd. Nyilvánvalóan. Ja, hogy ez Ranger és az lassabban veszti el a ellátmányát, mint lehetne. De ez legyen a legkisebb problémánk. Mondja, az egy picit problémás. Na lássuk, hát nem azt mondom, hogy örülök az eredményeknek. De nem is rossz. Összességében csónak megjött, nem mintha számítana. Random HQ a semmi közepén. Azok mindig mókásak. Azok mindig mókásak. Azok bizony mindig mókásak. Jó. Ez így most technikailag föl van mentve. Hát kergésőt meg is öljük. Azaz nem rossz buli. Azt is megcsípjük. És akkor itt egy újabb hákút kergetünk valójában. Jó, így jártam. Kezd meg az átjárást. Csurogj, te meg haladj, amennyit tudsz. Jobb híján. Jó, és akkor ezt itt megkezdjük ezeknek az összevágását. Hogy valahova jussunk. Oké, elvágva. Sőt, akkor ezt meg elfoglaljuk, mert ez egy üres elem innentől kezdve. Ennek 4 akciója van. Na, az egy jó csere volt. Azt abszolút jó irányba érzem. Na és akkor megérkeztek itt a következő texasi támadó erők. Meg még majd érkezik egy pár egyéb idővel. Nem gyorsan, de idővel majd esetleg valaki, valahonnan. Na hát ezt a egységet most tudjuk egy kicsit bombázni. 2-4 az egy baráti. 2-1 az már nem annyira, mondjuk elkergetjük. Ó, ez nem egy szerencsés helyre menekült. Mert akkor azt instant megesszük. Oké. Az egyből meghalt, remek hír. Gyógyuljon. 6-os HQ érkezzen. Gyógyuljon. Az a baj, hogy neked gyógyulni kell. Egyelőre maradj ott.
Azzal járok legjobban. Te száguldj. Igazából te is. És akkor itt érkeznek az erők Nashville felé. Felteszem az üres, de azért nézzük meg. Huntsville. És utána Knoxville. Jó. Alakul. Nashville körbevéve. Ezek itt, nem is tudom, hogy mit csinálunk itt valójában. De amit lehet, azt csináljuk. Jó, ezzel ezt elvágtuk és megnyertük, ez meg itt teljesen el van vágva. Hát nem nullára, de most ahogy lehet. Majd idővel itt jönnek az új erők. Végül is ez lett, úgy látom. Ennyit nyerjünk meg, hogy ez az útvonal meglegyen. Az úgy érzem előrébb van nekünk. Oké, ez a csapat rendezve. Aztán itt van a másik oldal. Jó. Legyen így. És akkor majdnem ez is el van vágva. Meg ez sincs sokkal jobb helyzetbe, de egyébként megoldáshoz nem vezet. Na, egy kicsit a beásott egységet bontjuk. Ó, még egy hálpa. Azt hiszem a nagyvárost kibontottuk. Azt hiszem annyit megnyertünk. Azt hiszem ennyit megnyert. Oh, 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 oh. Az a 6 az egy barátságos eredmény. És akkor együk is meg. Egyből. Annyival legyünk beljebb. Az a baj, így azt látja, hogy üres, és szerintem oda fog rohanni, bár akkor azt a pacit elveszíti. Úgyhogy nem hiszem, a fene visszavonul. A fene visszavonul. Oké, a parton talán le tudjuk lőni ezt a csónakot, meg vagy. Remek, és akkor azért egy egység itt elfogyott, az bizony számít. Az bizony számít. Az itt nem a semmibe ment az a nyereség. Hát ez semmi. Ebben a vonalban. Ahogy ez egyébként még mindig viszonylag gyorsan megy. Hát akkor lehet, hogy a másik jobb lett volna a hosszú távú beugrós opció. Na mindegy, most már így jártunk. Te menj, gyere át ide. Ti gyógyuljatok itt. Oké, kikötőt elfoglaljuk. Hát ez egy 4-0-ra nem kezdek harcot, az nem szimpatikus. Az úgy érzem nem lenne egy jó ötlet, hol áll egyébként? 33%. 33% az nem nagyon segít. Ha majd érkeznek.
Jó. Hát legalább ide Béton Rúzsig meg Hudsonig föl kéne mászni. Igazából ide esetleg. És akkor másik irányból érkezik az elvágás. És akkor ketté szedjük az egész texasi szakaszt, azt elfoglaljuk ilyen értelemben, vagy elvágjuk, vagy hogy mondjam. Az azért egy hasznos lépés. No, tudunk venni, sokat nem egyébként, aminek van értelme. Tudunk venni egy nagyobb gyalogot. Technikailag hegyi vadász, de gyalog-gyalog. Tudunk venni lovasságot. Na és ennyi. Meg van egy új egység. Hát... azt ide... ide rakjuk Nashville környékére, hát ha hasznos lesz ott még. És akkor innen folytatjuk legközelebb. Mára ennyi.